srácok, képzeljétek, hát ugye már egy jó ideje támogatja a Nintendo a csatornát, és mivel március 10 a Mario nap, ezért, hát tudom, már nincsen március 10-e, de volt lehetőségem jó pár Mario játék közül válogatni, hogy mi az, amit így megmutatnék nektek szívesen, és nekem erre esett egyébként a választásom. Ez tűnt egyébként a legmaibb Mario játéknak. Én nem Mario-ztam nagyon korábban. Most az, hogy nem tudom, mennyire számít az, hogy nyomtam a Mario kártot, szerintem annyira nem, mert az oké, Mario játék, de stílusban ugye nem. Nyomtam a Battle League-et, a focis Mario-t is, illetve játszottam a Mario Rabbids Sparks of Hope-pal is, az is Mario-s játék ugye valamennyire, de hát az sem úgy igazi, az igazi Mario játék, a platformer Mario játék, ez viszont az, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy így milyen lesz nekem az első Mario játék, de igazán izgalmasnak tűnt. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy így ez így mennyire lesz izgi így játszva. Ez a 2019-es Mario game. A New Super Mario Bros. U Deluxe. Igen, igen. Story mode, mehet a story mode. Egyedül akarok játszani, de lehet négyen is. Mario, Luigi, Toad, Etta és Nabit velük lehet játszani. Oh yeah! It's a play. Ez a Wii U-s verziónak a switchesített változata. Aha! Azt írja a telefonot, hogy havazás várható? Nekem azt írja, hogy szeles. A piros Luigi-val játszik a Jántor. Egy mak lettem, ahogy látom. Eldobtak minket, miközben támadják a kastélyt. Tényleg, ti már várjátok a Mario-s filmet? Ha minden igaz, akkor azt én jövő héten fogom megnézni. Ha bírod a kérdés Mario-kat, nekem még a Super Mario Maker 2 nagyon bent. Igen, láttam azt a gémet, de én nem, tehát hogy nekem ez lesz az első Mario-m. Ilyen platformer Mario-m, de amúgy a Mario Maker 2 jófélenek tűnt, hogy így a játékosok csinálnak pályákat. Gyerekek, vágják a centit, be lett nekik ígérve közös mozizása. Most ugyanazt az intrót megnézheti még egyszer? Hát igen, mert ugye úgy van ezeknél a játékoknál, hogy amíg nem nyom semmit, addig elkezdi nyomni az intrót. Micsoda klasszik feeling, hogy így megyünk itt a pályákon, és mármint megyünk itt ezen a nagy pályán, és akkor úgy vannak a pályák. Azt a... Na jó. Jó. Mehet. Mai napig szoktam nesentolni. Wow. Nekem kimaradt a Nintendo az életemben, tehát a Switch az első Nintendo-s konzolom. Pa! Azt mit csinálod? Azt mi voltad?
Hú. Ez olyan, mint hogyha a Mario első pályája lenne, nem? Mármint, hogy így nagyon hasonlít rá. Én nem értek hozzá, mondjuk. Mennyire király már, hogy úgy van megcsinálva, hogy így, amikor így fordulsz... Ah, tehát hogy nem érdemes elkapni. Ha így fordulsz, így... Nem azonnal fordul a karaktered, hanem egy kicsit később. Pa-pa! Mekkora! Ó, és itt le lehet menni. Négyezer pont. Ja, és most látom, hogy ez ilyen időre megy. Pap-pap! Na jó, hát akkor az ott marad. Aha, megvan már, hogy ezt hogy kell csinálni. Ó! Pap, hogy ugranak? Ne! Én gyakorlatilag, basszus, gyakorlatilag ezért a játékért vettem annó Switch-et. De durva. No. No. Na nézzük még egyszer. Pap, pap. Akkor itt nem lehet lemenni. Ez nagyon ilyen retroféle Mario. Igen? Ó, igen. Na. Ó, igen. Mit csinálod? Jézus! Pap, pap. Ó, és így lehet pörögni a levegőbe, ez miért jó? Értem, hogy ez még a régi kérdéset veszi alapul. Aha. Ja, és lehet kicsit is ugrani. Aha. Hogy is volt? Igen. Turbo gomb. Van turbó gomb? Ó, van ilyen is. Pap-pap. Pedig és arra jó, hogy a szúros dolgokon meg tudsz pattani sebződés nélkül. Ó.
Az a nekem amúgy gyanús. Hey! Push! Mi színen? Ó, mi a fene? Aha, oda akarunk menni. Mondtam én, hogy gyanús ez a hely. Checkpoint, ezek szerint? A gyerek is gomba. Pap-pap. Aha, és ez így 1000 pont. Hogy lehet ilyet is? Oh. De meggondoltam, hogy Zelda végigjátszásra a Breath of the Wild alatt? Meggondoltam ilyenre, persze. Csak hát... sok idő egy Witcher mellett. Let's go! Valamelyik gombot nyomva tartod, mert nem emlékszem még, akkor gyorsabban fut, az a turbo, aha. Ó, ez a kis virág, amivel lehet lőni. Final Fantasy 7 remake? Hát a Final Fantasy nem a rövidségükről híresek. Van még egy. Ez így plusz pont. Aha, és akkor oda nem lehet lemenni. One up! Azt tudtad, hogy ezt lehet hova? Igen, igen, úgy indul. Mit hoz nekünk? Aha. Gemba. Szomorú. Visszaugrunk!
Elkezdtem már a Zeldát, csak mindig közbe jött valami, aztán így abba maradt a dolog. Sajnos. Vissza lehet menni vajon? Nem csak vissza? Nem, nem lehet. Aha, Breath of the Wild-ot. Illetve azt a Zeldát is nagyon szívesen elkezdeném, amiből inspirálódott a Binding of Isaac. Breath of the Wild egy nehéz játék. Nekem nem tűnt annak. Jújjújjúj. Most már, azokat most már ott hagyjuk, nem jöttünk utána. Link to the past. Lehet, hogy az. Amilyen szobában van, mint az izsák. Na, kukucs. Ilyenkor nem jön elő? Tudja, hogy ilyenkor nem jön elő. Azt sejtettem. Jó. Biztos nem. Azt ott hagyjuk, srácok. Eddig jutottam el a Doomba? Chapter 3 vége. Fele, azt hiszem. És... aha. És nyomtunk még egy ilyen eventet. Szia, Konix, igen, benyomtam az RTX-et. Csak hogy tudjad, kivel van dolgon. Ne! És az utolsót nem vettük fel. Ahogy ezeket így lehet mozgatni. Üdv mindenkinek, srácok, hali-hali. Ó. Most itt a nagy coinokat kell gyűjteni, most látom, ott jelzi felül. Juhuj! Direkt olyan, mintha igen csúsznál, amikor elindulsz. Igen, úgy van megcsinálva, hogy így a fordulás az nem ilyen instant. Na, szerintem ez tök király, hogy ezt így is csinálták meg. Azért olyan nem nyomja a turbót? Jó, de melyik gomba lehet turbózni? Ja, látom. Y? Oh yeah, Mario time!
Mario Time! Az egy nagyon jó zászló elkapás volt, igen. Mario! Let's go! Pick a block. Jó, tehát választunk egyet, és akkor azt odaadja. Jó. Hát ez mázni, hát kettőt kellett volna figyelni. Jó, most már értem. Ja, nagyon jók ezek a hangok. Igen, vagy a pirosat figyelem, vagy a kettőt, igen, igen. Így van. Ez tök menő volt. Crashing Cogs Tower. Micsoda hang, micsoda vízé halott teki. Itt nálunk nem esik a hó. Megnéztem, nálunk nem. Ú, tehát oda kell majd mennünk. Ó. Jó, azért vissza kell mennünk. Ha vissza tudunk, persze. Jó. Ó. Üri. Felkelte a játékok, és meg tudjátok nézni, hogy mikor mivel játszottam. Wow! Uri? Segíthettek-e már amúgy ti is, srácok? Itt a chatten, hogyha esetleg ilyen kérdés van, hogy ilyen ter játszott-e már a valamivel, és akkor... Ez így kiderül könnyedén. Ez milyen platform? Switch. Nekem nincs másik. Nincs másik Nintendo konzolom. Jó.
Na jó! Hát ott volt egy rejtett blokk. Na menj már! Jó, hát azt nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Semmi gond, mehetünk másfele. Aha, tehát oda kell, jó. Jó, 3 percünk van. Na ne! 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 Hova rakta? Jaj. Jó, 2 perc. Se. Ja! Jó, értettem. 100 másodperc. Édes Istenem, édes Isten! Nem másodpercet, akkor mi? Akkor mi? Nyomni kell a speedrun-t! Júj! No! A Nintendo-nak van olyan kaliberű konzolja, mint a PS5 vagy Xbox. Na. Jézusom. Aha. Ez gond. Time's up. Kár. Szóval PS5 vagy Xbox X. Hát... Tehát, hogy így a legutóbbi konzolja Nintendónak a Switch. Ó, és innen folytatjuk, mert itt a checkpoint. Jó, hát így már nem is olyan vészes. Gyere gomba. Vagy attól függ, hogy hogy érted. És be lehet szorulni, aha. Attól függ, hogy hogy érted, hogy... Olyan, mint a PS5 vagy Xbox. Teljesítménybe, vagy formába. Ugye ez a kézi konzola, a Switch-es. A Switch az egy generációs a PS5 meg az Xbox Series-zel. Mi? Dehogy is. Ó,
hogy így alulról is meg lehet ölni az ellenfeleket. Az mondjuk nagyon jó. Azt nem öljük meg. Mert nem akarom, még azért nem öljük meg. Meg lehet őket fogni? Nem tudom. Jézus! Jaj, az gond. Az az egy lesz a hírvívő, hogy mit csináltunk a társaival. Na ja. Köszi, köszi. Savá, persze. Let's go, Yoshi Hill. Ugyanez a generáció, mint a mostani konzolok, csak előbb jött. Ja. Értem. Na hát. Az mi a manó? Mi csonta? Mi a hangja? Ne! Várj meg! Várj meg! Hogy nyomja? Hogy nyomja? Nyelte. Az valahogy ott.
Oké. Ezt valahogy meg kell csípni. Na. Hát ez nagyon hard. Jó, ezt akkor hagyjuk. Ó, nagyon jó, eszi. Wow! Fehér Mário lettem. Na gyere! Hopp, hogy bekapta. Pap, pap. Most visszafele megyünk, nem? Pepepepepepe. Ja, visszafele mentünk. Micsoda? Ki tudja köpni? Jó, hát ilyen gyorsan nem tudom bekapni őket. Yoshi! Júj! Yoshi, hol vagy? Ja, nincs időnk. Szóval bekapja és utána kiköpi, azt figyeljétek. Wow! Tudom, kéne nyomni vele amúgy a futást. Yoshi! Menekül. Yoshi! Édes Istenem. Jó, megvan. Mennyi pénz? No! Jesus! Oh no! Nem baj, van checkpointunk. Oh! Let's go! Oh, let's go! Na. Hát akkor ezek szerint... Pá! Ezek szerint... Csak Yoshi tudja megenni az almát. Hogy nyomják azok a virágok? Nagyon menő. Ebbe akkor meg... Ó, és Yoshi van benne, de jó. Jó. Ne. De hát ez eddig nem volt itt. Na várjatok. Nagyon jó. Nagyon jó.
Wow, tüzet tudott okádani. Tehát itt mások kellett volna ugrani. Oh yeah! Oh yeah! Jaj. Hát ez nagyon jó. Hey, I am a baby Yoshi. Azt mondja, hogy Yoshi. Tehát, hogy azt mondja nekünk, hogy Yoshi. Szóval úgy nézek ki, mint aki tudja, hogy hol kell keresni kaját, szóval követ minket. Hát gyere. Let's go! Hogy micsoda? Hogy micsoda? Jaj! Ez mi volt? Édes Istenem! Vajon nálunk van még? Nem tudom. Szegényt! Lerántottam a mélybe. Ah, tehát akkor ő csak ilyen segítség lett volna. Baby Yoshinak annyi. Micsoda kis fickó. Agyon is csaptuk. Sosem néztem szívbe ezt a játékot, de egyre jobban tetszik. Az meg főleg, hogy iszonyatosan hasonlít a régi Yoshi Islandra. Nekem azért tetszett ez a game, mert hogy ilyen új grafikájú, de mégis a régi hangulat. Meg lesz ez. Most már le tudjuk köpni az ellenfeleinket. Nézd meg. Pap, pap. Jézusom! Hát neki mennyi kell? Menekül, menekül, jó? Baby Yoshinak most már annyi. Hogy ez a felhő, ez sunyi lesz. Szép, de lehetett volna. Szia, Dimoni. A nagy érmét az, hogy gondolom Baby Mario-val, nem? Baby Yoshi-val.
gondolom. Páp, páp. Jó. Rá kell segelni, tessék. Vissza lehet menni Baby Yoshiért, igen? Lehet amúgy. Hát azt nem lehet. Oké. Okay. Én nem látom amúgy ott Baby Yoshit. De ott van. Na gyere Baby Yoshi. Kicsúszott a kezembe. Én nem tehetek róla. Kicsúszott a kezembe, hát. Nagyon olajos volt a teste. Jó. Gyere már! Jaj, Istenem! Hát mindjárt vége lesz, srácok! Ó! Oh. Oh. Na, tessék, most nincs ott Baby Yoshi. Na, hoppá! Micsoda? Fúj! Azt írja ki a játék, hogy csöves vagyol? Akarod a béna módot? Persze, hogy nem akarjuk. Ez nagyon nehéznek tűnik. Hopp! Jó. Jó, megyünk másik irányba, srácok. Hát itt már nem tudom hányszor haltunk meg. A piránya plantek rájzolása. Páp! Na. Jó, 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 oké. De jó. Köszi a klipet, nem már. Szia. Nem már. Tehát akkor ez... Ez nem saved. Amikor már azt hiszem, hogy jó lesz, mert visszaérünk, de... Nem. Pop!
Hogy megállt táncolni közben? Édes Istenem, láttátok? A kis teknőst. Amikor volt az, hogy pap-pap, így megállt táncolni. Tehát, hogyha képernyőn kívül vagyunk, akkor respawnol az enemy olyan. Na végre. Na gyere! Tessék! Tessék! Ezt akartad? Pap, pap. Very big. Srácok, valaki bekente valami csúszós dologgal ott a szélét. Hogy tudsz ilyen precízen esni? Hát nem vagyok hozzá szokva ahhoz, hogy így csúszik a Mario. Ez egy olyan mechanika, amit így meg kell szokni. Hogy nyomja? És így pap-pap, és így nyom egy táncot. Ja. Na. Fene. Na várjál. Hogy lehet ilyen nagyokat ugrani? Jó. És még a kis virág is táncol, hogy pap-pap. Azt a csövet csak meg kéne nézni. Bibi Yoshi is táncolna szerinted? Ez tuti kamu. Ne, tuti nem táncol. Szerintem ez kamu. Videós bizonyítékot szeretnék arra, hogy a bébi oda táncol. Én már mint egy bébi Yoshi táncol. Pap, pap, pap. Jézus jeges. Hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, imáron 70. hónapja.
Tessék szépen pergetni a szvegeket, srácok. Pap, pap! 100 másodperc? Simaliba. Ki ez a vadállat? Megszerezte a 3 coint. Ki ez? Na, ezt ugye úgy kéne megcsinálni, hogy futunk, hopp, futunk, hopp, futunk, hopp, és 4000 pont. Oh yeah, Mario time! Mario time! És a 3 coin miért jó? Mert megvan a pályán mind 3 nagy coin, és akkor nagyon jók vagyunk. Köszi szépen, Jeges, a 70 hónapot. Jeges az első, aki megosztotta a 70. hónapját. Nem tudom, hogy táncol el, de éneket. Csak tátogott, jó? Csak tátogott. Mi? Jézus! Jézus! Ó, ó! Az nem jó. Ó, még! Ó, még! Még! Jój! Jój! Na, hát ez jó. Jó. Ó, de jó. Megfürödtünk itt a coinokba, srácok. Na. Hogy mi? Mari azt mondja. Micsoda? Mari! Wow! Tessék, lehet még egy csillagunk. Lemmy's Swing Back Castle. Üdv mindenkinek, srácok, és köszi szépen a pergetést Jegesnek. Ó, ez nagyon durva a pályának tűnik. Hogy is kell ezt csinálni? Na, ezt a Bionicát meg kell keresnünk. Jó, nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Nem tudom, hogy hogy kell felugrani. Pedig ide most valószínűleg az kéne. Ja, ide az kell. Nem, meg tudjuk csinálni simán is. Szemétjáték. Mari! Hát ezzel valószínűleg nem fogunk foglalkozni.
se. Mari, ugye? Hogy beleesett a gomba. Üdös Isten. Ez kegyetlen volt. Ez kegyetlen volt. Ó, jó kis Jack Rabbit, azt jövő hónapban fogjuk végigjátszani. Jój. Ez az! Makkal dobtak meg. Jó. Ne már! Franc baskacok. Jaj, a kettőt fogjuk végigjátszani. Akkor most nem rá kellett volna ugrani? Pedig azzal lehetett bekapcsolni, nem? A bombát. Lehet, hogy azt ignorálnunk kellett volna. Hát nem mindegy, hogy hagyunk, az is lehet amúgy, aha. Jó. Szia, Robin! Nekem a Super Mario Bros. 3 van meg a Game Boy Advance-ban. Nekem olyanok nincsenek. Szia! Yeah.
Jézus! Mindig egy nő után futunk, Onyx. Köszi. Siker. Persze mentünk. Új akt! Layer Cake Desert! Így nyomják. Ez gond. Nekem jöttek, nem tettek róla. Ott volt egy kérdőjel pedig. Kösz. De... Pont ritmus volt és megállt táncolni a kis teknős, hogy... Pap. Igen, mondta nekünk, hogy pá. Nem tudom, hogy kellett volna elérni. Páp! Miért kaptunk a one-upot? Csak nagy Mario-ba tudjuk elérni ezt a kerület? Aha. A 10 teknős. Komolyan. Menő. De aranyosak ezek a nem tudom micsodák. Persze, azt alulról mindjárt megcsapkodom. Jó, azt nem. Azt úgy nem próbálom ki. Ajajajajaj, hát ott viszi. Az mondjuk már mindegy, mi? Jó. Mekkora egy troll vagy. Hozod vissza? Lejtőn tudsz seggen csúszni a lefele nyomon. Igen, ilyenek vannak. Pap! Jó. Ja.
Valahogy sejtettem, hogy azt úgy ki kell használni. Na, ezt megszerezzük. Akkor is megszerezzük. Ho-ho! Pap-pap! Hát igen, az gond, basszus. Máshogy kell végig menni. Azt nem tudom, hogy volt-e checkpoint. Na. Kis mókus. Erről nem beszélünk, srácok. Pap-pap! Ha már itt vagyunk, felveszünk. Ti is azt hittétek? Én is, Hugi. No, azt hittem leesünk! Hát ez kemény pálya. Szó se róla. Pap. Szevasz, Jedi. Tánc? Nincs tánc. Na, örülnek nekünk. És kaptunk egy makkot. Hú. Ja. Tudjátok, mit nem vettem észre? Szerintem. Ajaj.
Chippa, 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 chippa. Ő meg azt mondja, hogy banana. Nincs felkeltve a Corsair? Na mindjárt lesz. Amint Mr. Destructoid megjelenik a chaten, már is lesz. Valami fura alak ellopta a cuccait. Szóval kéne segítenem. Jó, tehát na... Jó, jó. Yahoo, azt mondja. Na, szóval. Tehát ez shortcut ezek szerint. Na most már van Corsair, parancs. Let's go! Let's go! Catch Nabbit! Persze. Jaj! Micsit? T betűs mak. Szia, Dozsó! Szevasztok, srácok! Tessék, P betűs makkunk is van most már. Ami pak is. Oh, mi? Ez a pálya? Jesus. Ez ilyen mini crossover lehet a mobilos játékkal a rennal? Épp azt akartam mondani, hogy ezt a csövet eddig még nem néztük meg, hogy mi. De most már legalább tudjuk. Úristen! Tehát a két szélső nem jó. Ha jól figyeltem, persze. És van. Na és ezzel át lehet alakulni a minden igaz ezzel a fura koronával. Todettává vagy kivé, nem? Srácok. De csak Todette tudja használni. Ja, értem. Én erre akarok menni. Nem, ja, mert hogy először meg kell csinálni. Pop! Tudod ebből a speech. Ja. Fap, azt mondja, fap. Jézus, mekkora. Fap. Itt igazából az a lényeg. Menjen!
Fuss, sárga Yoshi! Mario meghalt! Na! Fap! A chat népe nem tudja, mit beszél. Jaj! Nem már! Hogy mondta? Oh, no! Életemet áldoztam érte. Pap! Pap! Ez gyors volt. Perilós pokely kave. Mi a trükköd, áruld el? Ja, én fel tudtam volna ide ugrani? Aha. Pap. Nagyon jó. Szia, Sir Hedge. Tehát a fejét csapjuk, akkor az már így... nagyon jó. Az nagyon szívás, hogyha ő addig álljon. Föl is lehetne most csúszni ennek a tetejére. Na
Táncba. Ez működik vajon nem? Meg lehet különböztetni a működő csöveket a nem működőktől? Jújjúj. Nem hiszem. Hát ez gond. Nincs idő. Lassó pillanat. Ugyanolyannak látszik, aha. Egy perc. Juppi! Oh yeah, Mario time! Hát ez könnyebb volt. Ez az irány. Layer Cake Desert. Stone Slide Tower. Oh. Várjál. Aha. A futás kellett. Toing, toing. Ez mit csinálhat vajon? Ó, de gonosz volt. Ha, nem baj. És akkor... Ó, jó. Hát ez jó volt. Ez tetszett, hogy így leugrattunk, mint a nubok. Srácok, ez pláne jó volt. Ez most a Jump King egyébként? Ja, és akkor így a falról ugorva kéne oda bemenni. Neked is a... Nézzél, Jump King jutott eszedbe? Oh
ne. Pedig így kell. No! Megvan. Most megszivatta magam? Jó. Nem, mint egy szegény. Nem baj, direkt volt, ugye? Na, mi a tűk? Ja, így lehet felmenni? Ja, ezek szerint igen. Hoho! De ez nem lenne türelmed? Van egy menő Celeste nevű játék. Elég hardcore platformer game. Na hát nekem ahhoz nincsen türelmem. Jó, még egyszer. Hát a Jumpkin is kemény, igen. Ez is nagyon kemény. Jó. Annak itt kell tekerni. Ott semmi gond. Ja, és akkor még itt a végén van ilyen extra is. 30 sekünk van boss legyőzni. Igen. Number one. Igazából nekik csak a fejükre kell ugrani. 8 sek volt, komolyan? De bejátsz kék sapival is, és akkor van jeged, vagy akkor is visszatesz a sima Mario-ra. Ide bejátsz kék sapival. Jaja. És akkor le lehet fagyasztani. Csak az a fagyasztás, az nem tart örökre, tehát kb. Egy fél szekre tudod lefagyasztani. Sőt, a tüzes, mint hogy a fejes sapkás Mario-val is bejöhetsz. Száve, persze. Na, hát...
Nem azt nyomtam, most ez micsoda? Édes Istenem. Konkrétan belementünk a dobásába és ráugrottunk. Na szóval. Aha. Kérdés, őt le lehet-e verni? Úristen, mennyi jönnek. Édes Istenem, hát fogynak a HP-k. Na, Imi megosztotta. Imi a második, aki megosztotta a 70. hónapját, immáron töretlenül, köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegek. Szia, piszok! Oh, no! Oh, no! Köszi szépen a támogatásokat, srácok. Most már azért is elverjük. Most már azért is. Mizu piszak. Hát van hónap a max, aha. Tessék, csak a csillagért jöttünk. Mizu Imi. Ezeket kéne használnunk. Let's go! Ó, igen! Ó, igen! Én is szerencsére jól vagyok. Az gond. Nem jó! Nem jó! Nem jó! Nem jó! Nem jó! De! Nem! Hát ez kettő fekete. Hát ez lehetett volna jobb is, ugye? Na itt már ment, ez már biztonságos terep. Let's go! Célzottan a feketére mész. Nem, a feketék jöttek rám. Tehát sípolni fog. Na nézzük. Na, a sárga lesz a legjobb, ugye? Nem figyeltem melyik mi... Kösz. Kösz! Hát nyilván ugye megfogjuk a feketét már megint. Klasszikus. Direkt volt, ez csak a show kedvéért csináltam, ugye? Hogy micsoda? Pap. Az nem jó, oda kell mennünk. Pap.
Bezony. Ne! A mázista megúszta, srácok. Már jó filmre a bemelegítés? Nem. Ugye izé, most volt a Mário nap, március 10-én. És... tehát rá nem lehet ugrani. Úgyhogy gondoltam megnézünk egy Mario gémet. Na, egy checkpoint. Miért lettem nagy? Hogy ott át lehetett volna jönni. Ha nem figyeltem. Nem mentél át a checkpointon a... az égiben, attól megnőttem. Én a checkpointon mentem át és megnőttem. De attól nem is tudtam, hogy meg lehet nőni. Júj! Pedig milyen jó lett volna, hogyha ott nem esek le, ugye? Van checkpoint, szerencsére. Szóval a checkpointnál van valami trükk? Tudja, hogy van valami trükk, amit a... hogy mit csinálsz a répáddal? Honor. Bahu! Azt mondja, bahu! Dobja! Let's go! Marcos vagyok, igen, Konix. Nem ütötte szét. Oh, no! Az előbb olyan szépen fel tudtam venni fölül azt a gombát. Nézzük meg a másik pályát. Dry Desert Mushrooms.
kedvesek! Jújjúj! Megérte, ugye? Na! Dobjad! Ez jó lesz. Nagyon kemény ez a játék. Most jön a kifogás. Nem tetszik, hogy az A-val ugrunk, az X-el pedig futunk. Gyűjtjük ezeket a coinokat. Ja, hogy nem is kell... Jó. Bizonytalanodtál, hogy ezt most a gyerkősznek vagy magadnak veszed? Nem értem, miért mondasz ilyet, Connor. Jó, megvan, megvan, ezért jöttünk. Természetesen a gyerkősznek, Connor. Persze. Gondolod, hogy majd oda megyünk. Holy! Holy, holy! Holy, holy! Jó. Jó, erről kell. Jó, akkor mindegy. Juppi! Hát lehet állítani a gombkiosztást, nem? Hát talán annyira, hogy az Y-t az X-el megcseréled, de hogy így attól még nem tudod mondjuk a gombokkal csinálni a dolgokat. Szerintem. A shortcut, a shortcut, a shortcut. Lákisztel, tök menő. Az Animal Crossing az nekem eddig még vagy már kimaradt. Oing, oing. Na, figyeljél. Ide figyelj.
Ok, akkor mindegy, akkor mindegy. Jó, akkor hagyjuk. Te nem vagy barát. Jézus, hát most látom, ez ilyen keltető gyakorlatilag. De fér! Ja, hogy le lehet ütni! Ojoj, ojoj! Csubi! Felhőbe bele lehet ülni. Na! Jó, sziasztok! Hello! Aj, de Isten! Kettő AP. Na! Hopp! Csak így futni kell, átugrani, és akkor... Hello. Oh, no! Az utolsó élet. Az utolsó életünk, srácok. Nem, nem alul meg, csak ugye éri, hogy continue, gondolom. És lehet amúgy nyomni a Play New Super Luigi U-t, hát az meg még keményebb. Ez még keményebb. Tessék, little trickier. Oh yeah. Oh-ho. Megnézzük ezt a Luigi-t így a végére. Itt Mario nincs itt. Itt Mario a főgonosz.
A csodamag. Majdnem ugyanez az intrója. Hogy nyikorok közben. Battle Wing Warning. Bye bye. Here we go. Adjad ide a makkot! Fíjúj! Luigi Batman? Igen, igen. Add ide a makkod. Nem adja. Jó, így van, amúgy ennél már csak jobb lát, így van. Mert a Crooked Cavern. Hát. Fap, fap. Wow. Ó, na várjál, ott van valami. Ó, ennyi. Fap, fap. Összegyűjtöttük. Összegyűjtöttük. Nem gyűjtöttük össze. Mégsem. Mégsem. Hop.
Fap, fap. Fap, fap. Jó, jó, jó. Gyere! Nagyon jó. Ha nyomtál. Az nem jó! Pedig ezen a pályán csak végig kell menni. Bye bye! Az ott nekem nagyon necces volt. Hogy megáll táncolni egyetlen, látom? Annyira jó, hogy megállnak egyet táncolni. Hogy engem is eltalált. Húha. Páp. És boldogan. Páp. Na, nézzük csak. Fel tudunk itt szaladni? Ugrás nélkül? Nem. Na jól van. Srácok, ez jó volt. Luigi! Luigi! De egyben elég is volt. Elég is volt. Jó, ez a platformer játék. Amúgy. Király amúgy ez a game. Elég kemény is. És... de nem tudom, hogy ezt hosszasan hogy tudnám amúgy űzni. Vagy hogy nektek ez... nektek itt milyennél a trükk, hogy így... tudjátok ezzel játszani, lehet, hogy egy-két pálya csak. Egy-két pálya csak, és akkor úgy nem lesz sok. De amúgy tetszettek a pályák, tetszettek a kihívások. Jó, ez a Máriós játék. Egy csomó trükkre még nyilván nem jöttünk rá. De jó volt. Az a kis teknős táncít, tényleg poén? Jaj, mondják, hogy pá! Ilyen ez, én is sok részletbe toltam, a vége az már iszonyú nehéz. Ja, persze. Ez ilyen. Megértem amúgy, hogy miért szeretik és mit szeretnek a játékosok ebben a gameben is, vagy például a Celeste-ben is. Elsőnek nem ezt adtam volna a kezedbe, de jó volt. Megmondom őszintén, én azért választottam ezt a játékot így a Mario nap alkalmából, mert ez nekem így a régebbi Máriók stílusát mutatta, egy kicsit újabb grafikával nyilván. 3D-ket még nem próbáltam. Mikor mivel játszottam, felkiáltálja a tekuk, és akkor ott meg tudjátok nézni, és hogyha valaki ilyen kérdést tesz fel, akkor nyugodtan segítsetek neki. Úgyhogy ez jó menet volt.
remélem, hogy élveztétek. És hát ismételten köszönöm a Nintendónak, hogy meg tudtam nektek mutatni ezt a gémet.